Budapestről, a Lüszi galériából érkezett a kiállítás anyaga, annak a versenynek a díjnyertes képei, amelyet az International Photography Awards évente rendez meg profi, amatőr és diák fotósok számára. A szervezet évtizedek óta segíti a feltörekvő művészeket, hogy elismeréshez juthassanak. A válogatás heterogén jellege folytán képes felfedni a néző számára a világ egymástól nagyon távol eső szegleteit is. Szokatlan perspektívákat helyez egymás mellé, láthatunk nagyon közeli felvételeket rovarokról, és olyan képeket is, amelyek a világot madártávlatból mutatják meg. Ezek professzionális fotósok, illetve amatőr fotósok is. Ezeknek külön kategória van, és minden évben megrendezik ezt a pályázatot, és minden évben nem csak Magyarországon természetesen, hanem a világ számos országában, tehát ez az anyag, a kiállítás, illetve ez a pályázat, ez Amerikától kezdve Európa számos országában megjelenik, tehát ezeket az alkotásokat nem csak itt Magyarországon, hanem a világ számos országában is megtekinthetik az érdeklődők. Az alkotások a természet és képzőművészeti fotóktól az építészeti csodákon át a portrékig terjednek, mély történeteket mesélnek el, korunk és az elmúlt évek megpróbáltatásaira reflektálva. Az IPA 1985 óta támogatja és népszerűsíti a fotózást világszerte. Ennek a nemzetközi szervezetnek az a célja, hogy fölkarolja ezeket az alkotókat, lehetőséget adjon nekik, és segítik abban is őket, hogy különböző kiáltásokra eljussanak, különböző díjakat tudnak nyerni, és ugye hát egy fotós is azért elsősorban azért dolgozik, hogy a közönségéhez eljusson és szakmai elismeréseket kapjon. Tehát ez a nemzetközi szervezet emögött áll, segíti akár amatőr, akár pedig professzionális fotósról legyen szó. Az IPA kurátori válogatás kiállítása augusztus 24-éig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központ aulájában. A tárlat ingyenesen látogatható.